A magyar újságírókra nehezedő kormányzati nyomással indokolta az angol nyelvű Budapest Business Journal amerikai főszerkesztője, hogy távozott a posztjáról, azután, hogy saját kiadója felszólította, hogy tartózkodjon a politikai témáktól. Tom Popper a vendégünk, jó estét kívánok! Good evening. Mi történt pontosan? Well, főszerkesztő voltam a Budapest Business Journalnál egy néhány évvel múlta már, és felmondtam augusztus végén. Az okok, azért, amiért fölmondtam, mert azt mondták nekem, hogy ne írjak politikai témákról, politikai főszerkesztői cikkeket, egyáltalán ne írjak főszerkesztői rovatban politikáról. És úgy érzem, hogy ez a nyomás gyakorlás nem volt megfelelő, és a magyar körülményekkel tudom magyarázni. Szerettem magát az újságot, jó munkát végeztünk, tisztességes kollégáim voltak, nagyon élveztem, de úgy éreztem, hogy a közhangulat, a magyar újságírásban uralkodó hangulat megmérgezte a munkámat, és nem jó a hangulat. Ez az alapoka. És ezt akartam ezzel kifejezni, ezért álltam föl. Láttam a kollégáimat, hogy ők is elmennek, kilépnek erről a területről, mert frusztráltak. Nem tudják elvégezni a munkákat, mert a főnökeik olyanokat mondanak nekik, hogy maradjanak csöndbe. Láttam sok ilyet, láttam más média felületeknél is, ahogy átpolitizálódtak. És vagy az éppen arról van szó, hogy nem beszélhetek a politikáról, és ez nem a rendes újságírói tevékenység része, nem elfogadható. És nem is tudom pontosan, hogy miért hagyjam abba a főszerkesztői munkákban a politikai munkát, de különösen a migráns témával kapcsolatban, és az október 2 referendummal kapcsolatban, és főleg erre vonatkozott az, hogy megkértek, hogy csöndben maradjanak, ez egy fontos európai téma. És ez az angolul beszélő közösséget megszól, csak igazából az újságunk. És ahelyett, hogy folytattam volna egy munkámat, inkább felálltam. Amióta nyilvánosságra hozta az indokait, az egykori kiadója eljuttatott egy közleményt minden szerkesztőségbe, többek között a miénkbe is, amiben azt mondják, hogy ők teljesen függetlenül működnek, semmiféle kormányzati nyomástok nincsenek kitéve, a kiadó alapvetően a menedzsment tulajdonában van, és az mindig is világos volt önelőtt is, hiszen ez a lap egyik alapvetése, hogy egy politikától gyakorlatilag mentes üzleti újságról van szó, ahol soha nem is kellett volna ilyen témákkal feltétlenül foglalkozni. Igen, ezzel részben tudok egyetérteni, azzal mindenképp, hogy függetlenek. Legalábbis a tiszta kormányzati nyomástól. Ők egy magántulajdon, valóban magántulajdonban lévő független média. Elhiszem, hogy nagyon sok olyan különösen kisebb média van Magyarországon, ami nyomás alatt van, kormányzati nyomás alatt van. Úgy gondolom, hogy a magyarországi médiák valamilyen módon kapcsolódnak a ügynökségeinken keresztül a kormányzathoz, kormányzati munkákhoz, és csak talán ezért, vagy csak simán félelemtől, és félnek. Ezért nem beszélnek inkább politikáról, vagy félve beszélnek róla. Talán emiatt van, talán ezért nem írhattam róla. Talán a cikkjeim, a kilépésemet illető cikkjeim is szabad felületekre kerültek ki, és ott el tudtam mondani, hogy miről van szó. Ahogy a kezdeteknél, mert mondták a Zsurnálnál nekem, hogy leírhatom, amit csak akarok, de hogyha túl messze mennék a cikkjeimben, akkor a kormányzat ellennyomást fog kelteni, és ezt nem szeretnék. És hogy mint egy kis bogarat összepasszíroznak minket. A kormány eltapossa azokat a sajtóorgánumokat, amelyek kritizálni merik, mint egy bogarat? Ezt megfogalmazták önnek a megbízói, hogy miben rejlene egy ilyen eltaposás, hogy ők mitől tartanak? Vagy önnek vannak tapasztalatai arról, hogy konkrétan hogyan zajlott a nyomásgyakorlás? Mert hogy most azt mondta, hogy a kormány még az ilyen független, látszólag politikával sem foglalkozó szerkesztőségekre is nyomásgyakorol. Well, Igen. This was told to me as úgy mondták, ezt baráti tanácsként kaptam.
Ez nem a kiadótól hallottam igazából, de 91 óta itt voltam Magyarországon, a Budapest Weeknél, tehát nagyon régóta vagyok Magyarországon, ott is szerkesztő voltam. Sok kollégámmal beszéltem egyébként. Már 2010 óta látom a médiapiacon, ezt látom, hogy kialakult, amióta ez a kormány van. Az ott a világos a nyomásgyakorlás az újságírókra, az újságírói társadalomra. Tiszta a kampány. Olyan jellegű kampány, hogy a kormány gyakoroljon nyomást, és minél nagyobb hatalma legyen a tévéállomások fölött, a médiák felett. Megfélemlítenek, az RTL klubra is vonatkozik, ez ugye emlékszünk rá. Ezt látjuk napról napra. Ez egy olyan környezet, ami szörnyű. Semmi olyan, ami nem a kis újságokra vonatkozik csak, hanem mindenkire vonatkozik. És ez egy olyan dolog, amit újságíróként folyamatosan ott volt fölöttem ezt, hogy tovább mehetek-e, nem mehetek-e, előre írhatok-e, nem írhatok-e, hogy a kritikát megpróbálja elnyomni a kormány, és erről beszélnünk kell, erről az elnyomásról. Ez egy nagyon fontos dolog, és egy fontos alkalom, hogy most elmondhatom. Teljesen megértem, hogy ez sokak ettől idegesek lesznek, de úgy hiszem, hogy amikor a kormány megpróbálja elnyomni a kritikát, amikor egy kormány ennyire nyomul, itt van ez a már október 2-a referendum, ami elképesztő kormányzati pénzeket emészt föl az ő kampányuk, és éppen itt az ideje, hogy az újságírók is a lehető legkritikusabbak és a leghangosabbak legyen. Ez a mi munkánk, hogy kritizáljunk. Azt mondja, és azt is írta, hogy más magyar újságírók, akik magyar sajtóban dolgoznak, arra panaszkodtak önnek, hogy akkor a politikai nyomást éreznek, és olyan kiszolgáltatottnak érzik magukat, hogy ezért olyasmire kényszerülnek, amire nem büszkék. Olyan dolgokat kell megtenniük. Mire gondolom? Természetesen név nélkül, de tudnak konkrét eseteket mondani? Igen, olyan témákról kell írniuk, amikről nem szeretnének, olyanról nem írhatnak, amiről szeretnének, olyanokat kell leírni, amiben nem hisznek, aminek kormány közeli forrásokat kell használniuk, közületi médiákban lévő személyek. Mi úgy érzik, hogy teljesen kormányzati eszközzé váltak ők is, mint a média alkalmazottjai, ami 2015 relatíve szabad volt, és most már akkor is volt behatás, ráhatás, de 2010 óta ez eldurvult. Kifejezetten közvetlen kormányzati eszköz szócső lettek, ezt mondják. Sok mindenkivel beszéltem, és kérdezik az újságírók, hogy megkérdezik magukat, hogyha nem kritizálhatunk, ha nem végezhetjük a munkákat, ha nem szólhatunk semmit a kormány ellen, akkor az újságírói munka alapja kiesik, akkor miért vagyunk itt? És ha nem tudjuk ezt megtenni, akkor miről szól az egész? Ha félnünk kell, ha hátra kell lépnünk, meg kell számolni a szavainkat, át kell olvasni, cenzurálni kell, ez nem jó. Azt is írta a cikkében, hogy bármennyire is visszataszítónak tartja a kormány, nagyon sikeres ezzel a stratégiával. Ezt hogy értette? Igen. Sajnálom, hogy el kellett mennem, és amikor látok másokat is, hogy el kell menniük, és akkor úgy gondolom, egy újabb hang halkadott el, amikor valaki lelép. Ott akartam maradni, kritizálni akartam, tovább is nyerekbe akartam maradni, de mindig rám szóltak, hogy kevésbé beszéljek hangosan, vigyázzak, olyan, hogy lehetőleg a kormány ne haragudjon meg, hogy ne teljesen hallgattassanak el. De nem lehetett nyerni ezzel. Ez egy olyan játék, amit az újságírók ezt a játékot nem nyerhetik meg. Ha óvatosunk próbálok lenni, és nem vagyunk elég hangosak, akkor még jobban lenyomnak. És hogy tudná a magyar kormány eltaposni egy olyan üzleti magazint, ami idegen nyelven elsősorban itt élő külföldieknek, elsősorban üzleti hírekről szól, és kifejezetten hirdetői pénzekből él, mindenféle állami támogatás nélkül? Igen.
Based here in Hungary. They are at Magyarországon élnek, magyar cég. Ugyanolyan pozícióban vannak, mint bárki más, aki médiánkban dolgozik Magyarországon. A hirdetőik is innen vannak. I mean, they talk about the lottery effect where advertisers follow the newspapers. Figyelik a hirdetők is, hogy van a média, hogy helyzete, hogy a kormány hogy viszonyul a felülethez, amiben hirdetnek. És ha a kormány ellen lépünk túlzottan, akkor elvész a hirdetés, akkor nincs pénz, nincs háttér. Vannak még példák. RTL Klubot említettem az előbb, akik ugye az ország legnagyobb kereskedelmi televíziója, és tényleg nyomás alá kerültek. És ugye egy adóval helyezték őket nyomás alá. És biztos, hogy meg nagyon mélyen zavarta volna, érintette volna őket, ha megmaradnak, és el kellett intézni, hogy ez az adó megszűnjön. És önnek voltak személyes tapasztalatai kormánypárti politikusokkal? Eljutott önhöz, hogy bárki konkrétan az önök cikkeit kifogásolta volna? Vagy egyáltalán az volt az érzése, hogy a kormány foglalkozik azzal, hogy egy viszonylag kis példányszámú idegen nyelvű publikációban mi jelenik meg róluk? Vagy bárhol az idegen nyelvű sajtóban, ha megjelenik valami önök, akkor a befolyása lett volna a kormány viselkedésére? Nem volt ennyire közvetlen a személyemen, hogy így mondjam. A Budapest Business Journal egy nagyszerű újság, de nagyon kicsi. Sokkal kisebb, mint az inger küszöb a kormány számára. Ha én kormányzati személy lennék, akkor az utolsó fórum, ami egyáltalán érdekelne. Nem is érdekelt volna az egész téma. El kell, hogy mondjam őszintén. Ez annyira kis dolog. Sose éreztem emiatt közvetlen nyomást, de ha benne vagyunk a news piacon, az újságokban, a főnökeim is olyan környezetben, olyan atmoszférában élnek, ahol folyamatos viszont a nyomás. És emiatt kellett nekem is lelépnem, ezt a nyomást gyakorolták, nyomták rám tovább. És ezzel kellett dolgoznom, ezzel kellett élni. Én beszélek még a kollégáikról ismét, akik szintén érezték ezt, és el kellett menniük, elmentek. És ezért ennyire komoly dolog ez, és ennyire veszélyes. Nem arról van szó, hogy valaki odajön, hogy hely, én a kormánytól jöttem, és majd én elmondom, mit mondj, hanem megfélemlítenek. Ellehetetlenítik a munkát, vagy nehezebbé teszik a munkát, és az újságírók aggódnak, a főnökeikre is nyomást gyakorolnak, a kiadókra nyomást gyakorolnak, a tulajdonosokra gyakorolnak nyomást. Mindenkinek rossz dolga van az egész rendszerben. És általában nem történik semmi egyébként. Általában csak elnéz a kormány másfele, az esetek többségében. Hogy lehet néha kritizálni a kormányt. De ez a nyomás ott van, csak egy ilyen csöndes nyomásként írnám le. Köszönöm szépen, hogy elmondta a véleményét. Egy reklámszünet után folytatni fogjuk a témát magyar újságírókkal, oknyomozó újságírókkal, akikkel a közelmúlt korrupciós ügyeiről is fogunk beszélni.